Ezen a héten is 10 dalt hallhattok majd szombat este a Dal 2019 című műsorban, és hogy ahogy megszoktátok, nálunk itt az Én vagyok ittben, minden adásban két-két versenyző dalt bemutatunk. Nos, hát egyről már tudunk, a The Midletons itt volt nálunk, most viszont megint egy fiúbanda érkezik, ők a The Sign, daluk címe pedig Ő. Választ kerestem, de a kérdéseket eltem. Egy miskolci banda, melynek tagjai számos klub és fesztivál buli után a dalszínpadán bizonyíthatnak. Akik dalukban őszinte érzéseket fogalmaznak meg. Egy kreatív banda, akik bátran szembe mennek a trendekkel. A Dal 2019 indulója, The Sign. Akkor még többet mentem, mint jöttem. Nem volt senkim, ki sírt volna, értem csak Az elveszett bárány a halál torkában. Egy elszáradt kiflis vonzó volt nálam, de Szobám sarkába fejem a kezembe temettem, én még nem éreztem így, és akkor megszólalt halkan. Azt kerestem, de a kérdéseket eltem. Önmagam rabjaként a fogságban rám talál. És nem eresztett el, most is itt van minden percben. Volt sok rossz döntésem, de a jó útra léptem, mert állok előtted, felnőtt életem, de gyermek még a szívem, és itt van mellettem. És itt is vannak velem a srácok, sziasztok! Eddig volt megbeszélve a beszélgetésünk, úgyhogy ez gördülékenyen lement. Meg kell mondjam egy személyes élményemet, amikor megnéztem ezt a lírik videót, akkor elképzeltem, hogy milyen lehet a csapat. Hát nem így képzeltem el valahogy. Tehát sokkal elvetemültebbnek tűntök, mint amilyen ez a szám, megmondom. Tehát rosszul gondolom? Igen, valójában vannak rockosabb, meg undergroundosabb dalaink is, és ez a dal is egy kicsit, tehát nem az a nagyon lágy, de igen, hát gyorsan kellett ugye ezt a lyrics videót megcsinálni, és hát szerintem büszkék lehetünk rá, szerintem jól sikerült. Abszolút büszkék lehettek rám, tehát nem azt mondtam, hogy a dal rossz, vagy hogy ti nézte ki rosszul, csak hogy ezt a kettőt most így összekombináltam, és ez egy ilyen pesdítő hatással volt rám. De azt írt mondtátok, hogy nagyon fontos ez a dal számotokra. Miért olyan fontos ez? Hát legfőképpen azért, mert ugye ezáltal kerültünk be ugye a dalba. Jó válasz. Sokat gyakoroltam, köszi. Meg úgy egyébként is egy különleges dal számunkra, szóval eddig is ilyen líraibb dalaink jelentek meg, de ez meg különösen ez a letisztultsága, meg ez a zenei műfaj egyébként is közel áll hozzánk. Meg egy abszolút szövegcentrikus dal, tehát hogy tényleg az van, hogy itt nem lehet elsikadni a szöveg fölött, itt mondani akartok valamit. Ki írja a szövegeket nálatok? Én vagyok a szerencsés. És ez könnyen ment? Ez igen. Ez egy este alatt készült, egy térben készült el a zene és a szöveg is. Ja, hogy mindent egyszerre meg... Igen, ez egy fél óra alatt le is zajlott, és igazából még nem volt erre példa a zenekarunk életében, mert általában sokáig finomítgatunk egy dalt, sokáig csiszolunk, de ez egy este alatt meg volt az akkordmenet és a szöveg is. Lehet, hogy ez rossz tanács lesz, de szerintem ezt nem eséljétek el a többi zenésztársatoknak holnap. Tehát, hogy akik hónapokat izzadtak egy számon, és akkor fél óra alatt megírtuk az egészet szövegzene. Általában mi is úgy vagyunk vele, hogy sokáig írunk, csak ez most kivételes. Mondhatják rátok, hogy egy abszolút garázs zenekar vagytok, tényleg onnan indultatok, meglepő volt, hogy bekerültetek a Dal 2019-be?
Úgy gondolom, hogy igen, tehát számunkra meglepő volt. Ez teljes mértékben igaz, hogy garázs zenekarként indultunk, és hát egy óriási dolog számunkra ez, hogy ennyi neves zenekar közébe kerülhetünk, és ennyi nagyszerű emberrel lehetünk egy versenyben és egy színpadon. Csodálatosak vagytok! Úgyhogy tényleg számunkra ez nagyon nagy dolog, hogy itt lehetünk, és meglepett minket, úgy gondolom, mondhatjuk azt, hogy meglepett ez, hogy itt lehetünk. Mi a terv? Gondolom, nyerni szeretnétek, vagy inkább azt szeretnétek, hogy megismerjen titeket az ország, mert hogy ez egy nagyon jó ugródeszka, ez az előző években már kiderült olyan zenekaroknak is, akik mondjuk a daltól stílusilag idegenek voltak, de mégis egy nagyobb közönséget el tudtak érni. Nektek is ez a cél? Úgy gondolom, hogy elsősorban ez a célunk így van, hogy egy nagy közönséget el tudjunk érni, hiszen idáig nem volt rá nagyon lehetőségünk. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb lehetőség arra, hogy méltóképp megismerjen bennünket a közönség. Hát legutolsó sorban azért azt gondolom, hogy egy győzelmet is elfogadnánk, de az elsődleges cél... Egyik szerintem ennek szerintem az olyan rossz, amikor azt mondja, hogy nem, én nem is akarok, csak elég. Nyilván ott van bennünk a vágy, de az elsődleges célunk az, hogy minél többen megismerjenek minket. Mik a zenekar tervei? Nagyon jól indul az év, azt gondolom, benne vagytok a dalban, holnap egy országvilág láthat titeket. Mik a jövőre nézve a terv? Jó, megnyeritek, oké, akkor el kell utazni. Igen, Izrael, stb. Azt is aztán... megnyeritek, hazajöttök. Igen, és akkor mindeközben, miközben Izraelre majd készülünk, aközben tavasszal tervezzük kiadni az első nagy lemezünket, amit már lassan 2 éve ígérgetünk, de... Ez... Remélem, ez most nem egy további ígéret lesz. Tehát... Hát reméljük, igen. Szóval igen, sokáig finomítgattuk, dolgoztunk rajta, mert büszkék szeretnénk rá lenni. Jó, hát akkor ha tavasszal nagy lemez jön, akkor az én gyanúm az, hogy akkor el kell készítenetek egy jó kis image klipet is, nem? Tehát, hogy a lírik videó után muszáj megmutatni is a zenekart legalább, hogy be tudjuk azonosítani. Ha igen, hát a klip is úgymond tervben van, de az még meglepetés. Az még függ attól, hogy a dal mellett mennyi időnk lesz, vagy mennyire lesz rá igény, hogy meddig jutunk el. Tehát ha sokáig eljutok, akkor nem látunk klippet. Ha kevés ideig vagytok benne a dalban, akkor meg látunk tőletek. Vagy ha már úgyis kint vagyunk Izraelbe, akkor csinálunk egyet ott. Ezt kell mondani, hát ez a legjobb, hogy van egy hihetetlen koncepciónk, csak azt Izraelbe tudnánk leforgatni. Csak ehhez kellenek szavazatok. Így van, de ennél szerintem ennél jobb kortes beszéd nincsen, tehát nem? Oké. Okay. Akkor ezek szerint ez még egy nagyon friss banda vagytok, tavasszal kijönne az első lemez, klipek, és akkor szeretnétek gondolom végig koncertezni itt a nyarat. Igen, jó lenne így a nyári fesztivál szezonba így becsatlakozni. Ezen kívül lesz még azt hiszem előzenekarozásunk is, de még ez is meglepetés, hogy kivel, mert szervezés alatt van. Jó, hát akkor viszont az lemez meglepetés, hogy szerintem újra fogunk találkozni kis időn belül, amikor az összes meglepetést elmondjátok, hogy mivel készültök nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, egy kalappal kívánok nektek holnapra. Tényleg érezzétek nagyon jól magatokat a dal. Szombatra, bocsánat, nem, azt hittem a péntek van, de az csak az holnap. Teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, oké, tehát akkor szombatra nektek nagyon jó szórakozást kívánok, érezzétek nagyon jól magatokat, és akkor remélem, hogy izraeli köszönjük. Köszönjük.